A Vajdasági Magyar Szövetség egy 22 éves párt. A Vajdasági Magyar Szövetség egy olyan párt, amelyik az elmúlt 22 évben szolgálta a vajdasági magyar közösséget, szolgálta Szerbiát, amelyiknek a polgára, így vagyunk mindannyian, és töretlenül kitartott amellett, a meggyőződés mellett, hogy a mi számunkra, Szerbia számára az európai irányultság az egyedüli választható alternatíva. Tettük ezt akkor is, amikor az egyedüli politizálási mezőnk itt volt Szerbiában, és tettük és tesszük ezt akkor is, amikor ezek a politizálási mezők nyílnak és tágulnak. Mára, hála jó Istennek, ez a politizálási mező sokkal szélesebb, mint amilyen akár 5 évvel ezelőtt volt, mert időközben annyi történt mindenképpen, hogy Szerbia megtette azokat a kulcsfontosságú lépéseket, amelyek azt eredményezték, hogy az ország abba az irányba indult el visszafordíthatatlanul, amelyikbe mi szerettük volna. Igaz, hogy sokkal később, mint ahogy mi szerettük volna. És egészen biztos vagyok abban, hogy erről az irányultságról nem lehet már ezt az országot, hál' Istennek, visszafordítani. Függetlenül attól, hogy napi politikai szándékkal adott pillanatokban egyik-másik Európai Uniós tagország elsősorban a saját belső érdekei szempontját figyelembe véve fenyegető mondatokat fogalmaz meg, mint ahogy most ennek szemtanúi vagyunk Horvátország vonatkozásában a 23. fejezet megnyitása kapcsán. A másik dolog, ami eredményezi ennek a politizálási platformnak vagy térnek a kibővülését, az az, hogy a Fidesznek köszönhetően a vajdasági magyar közösségnek évekkel, sok évvel azt megelőzően, hogy Szerbia uniós tagország lehet, vagy lesz, van európai parlamenti képviselője. És ez egy olyan mozgásteret nyit meg a mi számunkra, ami kibővíti a politizálásunk mezejét, ami sokszorosítja a feladatainkat, de ugyanakkor sokszorosítja a lehetőségeinket is. A Bíró Károly Alapítvány a Vajdasági Magyar Szövetség építkezésének egy megkerülhetetlen feladata volt. Ugyanis a pártot belül építeni nem csak azt jelenti, hogy ahány helyen vajdasági magyar él, annyi helyen létre kell, hogy hozzuk az alapsejtünket, ami az előző években megtörtént. Ez nem csak azt jelenti, hogy létre kell hozni az ifjúsági fórumot, létre kell hozni a női fórumot, létre kell hozni a nyugdíjasok fórumát, amit szintén megtettünk, hanem azt is jelenti, hogy létre kell hozni azokat az intézményeket, amelyek dukálnak és megkerülhetetlen feladatként fogalmazódhatnak meg egy olyan párt számára, mint amilyen a Vajdasági Magyar Szövetség, ugyanis a Vajdasági Magyar Szövetség mára az európai politikai mezőben egy fölismerhető politikai tényező. A Vajdasági Magyar Szövetség mára oda jutott, hogy társult tagja az Európai Néppártnak. Mára oda jutottunk, hogy mi vagyunk Szerbiából az egyetlen egy politikai párt, amelyik részese az Európai Néppártnak, mint a legerősebb pártcsaládnak. Ezen a pártcsaládon belül teljesen természetes, hogy minden jelentős pártnak megvan a maga alapítványa, mert az alapítványi forma egy olyan működési, egy olyan politizálási, építkezési lehetőséget biztosít és hivatott biztosítani, amit a klasszikus pártpolitikai tevékenység nem tud eredményezni. Ezért indítványoztam tavaly a közgyűlésen, hogy lépjünk tovább a belső építkezés szempontjából,
hozzunk létre egy alapítványt, akkor még nem tudtuk, hogy hogy fogják hívni, de nem sokkal a döntést követően létrejött az alapítvány, ami Bíró Károly nevét viseli. Az, amit a jelenlevők Szabadka központjában látnak, az, amire annyira büszkék vagyunk, mint a szecesszió hagyományára és a szecessziós örökségre, az Bíró Károly nevéhez fűződik, ugyanis abban a 16 évben, amíg ő volt Szabadka polgármestere, az első világháborút befejező ciklusnak a polgármestere 16 éven keresztül, abban az időben épült ki Szabadka városmagja. Azért választottuk Bíró Károlyt névadóként, mert meggyőződésünk, hogy az az értékrend, amit ő képviselt polgármesterként, 16 évig regnáló polgármesterként, az a városépítési, értékteremtési szándék, ami az ő hagyatékaként fölfogható, az értékrend vonatkozásában egybeesik mindazzal, amit a Vajdasági Magyar Szövetség képvisel. Ami az alapítványhoz fűződő elképzeléseinket, elvárásainkat illeti, ezt a következőképpen lehetne legegyszerűbben összefoglalni. Azt szeretnénk, hogyha az alapítványi formán keresztül valósítanánk meg a különböző politikai jellegű és szakmai jellegű, szakpolitikai jellegű képzéseket, amiket az előző időben is csináltunk, de azt gondoljuk, hogy az alapítványon keresztül egy más dimenziót kaphat a történet, egy másfajta rendszert építhetünk fel, másképpen tudjuk ezt csinálni. Ezen túlmenően a szándékunk az, hogy az alapítvány egyfajta szakmai műhely tudjon jelenteni. Egy olyan szakmai műhelyt, amelyik egy-egy kérdésnek a szakmai, szakpolitikai körüljárásának eredményeképpen döntéshozatali helyzetbe hozza a politikát, itt a Vajdasági Magyar Szövetségre gondolok. Tehát egyfajta döntés előkészítő feladatot szánunk ennek az alapítványnak szakmai vonatkozásban, hogy az alapítvány esernyője vagy tetője alatt hozzuk össze azokat a szakértőinket, szakembereinket, akiknek vagy van VMS-es elkötelezettségük, vagy nincs VMS-es elkötelezettségük, de közösségi és ügybéli elkötelezettségük kell, hogy legyen. Annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket körüljárva segítsenek a napi politikában, a stratégiai építésben, illetve a konkrét politikai kérdések megoldásában. És azt gondolom, hogy hosszú ideig sorjázható azoknak a kérdéseknek a sora, amiket ezen a műhelyen belül kellene szakmai szempontból körüljárni. Itt csak egy párat szeretnék elmondani, elsősorban az uniós csatlakozás vonatkozásában, de az itteni jogrend építése szempontjából is ilyen kérdések, a kisebbségi autonómia kérdése, illetve az autonómiák teljes kérdésköre, az európai integráció folyamata és annak különböző elemei, a politikai rendszer és az alkotmánymódosítás kérdésköre, amelyik egy folyamatos kihívást jelent, de most az elkövetkező egy-másfél-két évben Szerbia vonatkozásában egy feszítő erejű feladat fog lenni, de ide tartozik a mezőgazdaság kérdése, a gazdaság és területfejlesztés kérdése, a környezetvédelem ügye, a különböző szociális szférához kapcsolódó kérdéseknek a köre, az egészségügy és még sok minden más. Hát azt gondolom, hogy ezen az alapítványi formán keresztül kellene ezeket a kérdéseket egyfajta folyamatos műhelymunkán keresztül áttekinteni, konklúziókhoz jutni, és segíteni ezzel a Vajdasági Magyar Szövetség érdekérvényesítő potenciáját. Ugyanakkor, ami ennek a műhely munkának a következménye, az a különböző publikációk, különböző szakmai háttéranyagok, a produkálása, különböző kutatások, elemzések generálása, különböző stratégiák kidolgozása és megjelenítése. Azt gondolom, hogy
ez is egy olyan folyamatosan fontos feladat, ami meggyőződésem szerint sikeresen teljesíthető, vagy sikeresebben teljesíthető, hogyha egy ilyen intézmény is formán keresztül bonyolítjuk. De ugyanakkor ezen a rendszeren keresztül kívánjuk integrálni azt a szellemi potenciált is, amivel a vajdasági magyar közösség rendelkezik, és hát azt remélem, hogy talán ez az alapítvány lesz az, amelyik szervezője fog lenni különböző táboroknak, különböző összejöveteleknek, különböző politikai és szakmai jellegű akadémiáknak. És azt gondolom, hogy talán se aktualitását, se frissességét, se fontosságát a kérdéseknek figyelembe véve nem választhattunk jobb témát nyitókonferenciai apropóként, mint ezt a mait, nevezetesen, hogy arról beszélgessenek a résztvevők, hogy hogyan működik az Európai Unió. Ezt mindannyiunknak meg kell tanulni. Az az igazság, hogy legkevésbé talán nekem. Mert én már, ahogy mondani szokás, a kenyeremnek a javát megettem. Viszont akik itt ülnek, azoknak igenis a pályájuk kezdetén megkerülhetetlen ezzel az üggyel nem csak a megismerkedés, hanem egy olyan szintű tudás megszerzése, ami összehasonlítható, mérhető, és legalább olyan, mint az itteni rendszer működésének az ismerete. Ugyanis ez a két rendszer összetalálkozó félben van. Ezért, ha mi érdeket akarunk érvényesíteni, már pedig a politikai pártnak az a feladat, hogy érdeket érvényesítsen, ami számunkra nem kérdéses, hogy ez milyen érdek, ez a vajdasági magyar érdek, amelyik egy polgári érdek, de magyar, nem kevert, magyar, együttműködésben épülő érdekérvényesítés. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy fölkészüljünk mindazoknak a tereknek a belakására uniós szinten is, amik már ma ebben a pillanatban is léteznek. Szeretném a jelenlevőknek elmondani, hogy már ebben a pillanatban létezik lehetőség arra, hogy 10 vagy többnél 10 embert hosszabb időre ki tudjunk küldeni Brüsszelbe. Meg léteznek azok a fölajánlások, amelyek nem csak egy 6 hetes képzést jelentenek valamelyik európai parlamenti képviselő irodájában, ami nagyon-nagyon fontos, hanem ezen túlmenően olyan lehetőségeknek a birtokában vagyunk, amikkel élnünk kell annak érdekében, hogy az érdekérvényesítő erőnket kiterítsük mindarra a térre, ahol politizálunk. És ez nem csak Belgrád, nem csak Újvidék, nem csak az önkormányzatok, hanem ez az Európai Unió is. Ezért mindenkit arra szeretnék buzdítani és biztatni, hogy foglalkozzon ezzel az üggyel. Hozza önmagát abba a helyzetbe, hogy önmagát hosszú távra szakmailag és politikailag föl tudja építeni. Erre nyílnak meg a lehetőségek most, és ezért tartom fontosnak ennek a konferenciának a megszervezését és megtartását, amihez hát jó munkát kívánok. Azt gondolom, hogy olyan előadók fognak itt bemutatót tartani, akik megerősítik az eddig már létező tudást, illetve elmélyítik azt a tudást, de azt gondolom, hogy a tudáson folyamatosan dolgozni kell, mert az élet halad előre, a ma megszerzett tudás holnap már általában kevés szokott lenni, különösen mondjuk egy ilyen összetett rendszerben, mint amilyen az Európai Unió, egy olyan összetett rendszerben, amelyik olyan mértékben változik, és olyan változások előtt áll, mint amilyen változások előtt az Európai Unió áll.
Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, és az alapítvány kuratóriumi elnökeként kívánok mindenkinek jó konferenciát, barátkozást, jó hangulatot ezen az összejövetelen és sikeres munkát. Köszönöm szépen.